Your work for today was in Get to the Top 2 in your student's book, the revision part that you can see at page 72. First, let's start with activity A, where we have to decide which word is the correct one in the sentences. Look at the first one it's a short dialogue, and we have to circle. the correct words, bekarikázzuk a megfelelő szavakat, a helyes szavakat. Is there a chemist near here? Van gyógyszertár a közelben? Yes. Turn left, turn left at the traffic lights and the chemist is on your right. Ugyanis a jam, a traffic jam az a dugó, nem a dugónál fordulunk balra, hanem a traffic lights a közlekedési lámpáknál. Ha pedig valami a bal vagy a jobb oldaladon van, akkor on your right, on your left. Ezt a, két ezt a prepozíciót kell használnunk. Number two. What can I do to protect, organize the environment, mom? Mit tehetek, hogy megvédjem, vagy rendezzem, szervezzem a környezetet, anya? Hát nyilván védjük a környezetünket. Well, Don't litter, throw rubbish in the street, and of course, recycle safe paper and cans. Na az első. Van olyan, hogy don't litter in the street. Az önmagában az, hogy ne szemetelj az utcán, de a szemetet a throw-val dobjuk el, tehát a litter önmagában lenne jó a throw rubbish, viszont a kettő együtt működik. And of course, és persze, a papírt meg ugye a fém dobozokat, azokat nem mentjük, megmentjük, hanem újra hasznosítjuk. So well, don't throw rubbish in the street, and of course, recycle paper and cans. View kilátás V pedig az út. Hát nyilván fantasztikus kilátás van a torony tetejéről. There's a magnificent view from the top of the tower. And finally, number four. Excuse me, sir, elnézést tudom. Láthatnám-e a jegyét, láthatnám-e az ülését, mielőtt felszáll a vonatra? Hát azt hiszem ez is egyértelmű. Could I see your ticket before you get on the train? The next one. Activity B is about circling, megint csak karikázuk the correct words, a megfelelő szavakat. Nézzük, hogy milyen segítségeink vannak. Jane sits, van egy jel, hogy in, meg hogy off, hát akkor ez egyértelműen az in front of lesz, nem pedig a behind, mert a behind az önmagában áll in és off nélkül. Le Jane sits in front of me in class. Jane előttem ül az osztályban. A bank, a nextről tudjuk, hogy hiányzik ott az, hogy to, tehát kapásból kizárva maradt nekünk az opposite, a szemben is nem mellette. A bank, a benzinkúttal szemben van. The bank is opposite the petrol station. Mit szólnál, ha elsétálnánk a folyó között, vagy a folyó mentén, a folyó mellett? Most gyakorlatilag a bitvén az mindig két dolog között van. Itt nincs másik szó a river mellett, illetve a river sincs több szemben hogy a folyók között, tehát már formélapon is kizárható a bitvin. How about walking along the river? Hogy jutok el? Ha ott van az, hogy tú, akkor valószínű valahonnan, valahova, hogy jutok el az állomásról, az, az állomástól az új bevásárló központig. Itt a tú lesz az, ami majd segít nekünk. How can I get from the station to the new shopping center? A macska bejutott a házba, nem körbe az abla, a nyitott ablakon, hanem keresztül a nyitott ablakon. Tehát, the cat got into the house through the open window. Activity C is about completing the sentences with the correct form of the adjectives. A melléknevek megfelelő formájával kell kiegészítenünk a mondatokat. Alapfok, középfok vagy felsőfok következő. A motorok, hát ott van az, hogy mint az autók, akkor nyilván veszélyesebbek, mint az autók. Már csak azt kell tudni, hogy hogy fokozzuk a dangerous melléknevet. Motorbikes aren't are more dangerous than cars. A motorok veszélyesebbek, mint az autók. Az autók nem. Ott van az, hogy ez, meg még egy ez. Mondtam, hogy ez mindig alapfokú melléknevet zár közbe. Az autók nem olyan veszélyesek, mint a motorok. Cars aren't as dangerous as motorbikes. Következő a rossz. Bad, worse, the worst. Na nézzük, vagy worse, the worst ki, hogy ejti. A légszennyezés a városomban nem olyan, mint. Ugye a vízszennyezés nem olyan rossz, mint. Megint ott van a két. Ez nem is lehet más, mint. The air pollution in my town isn't as bad as the water pollution. The water pollution in my town is... than the air pollution, megint ott van a den, akkor középfokot használunk a vízszennyezés a városomban, rosszabb, mint a légszennyezés, tehát The water pollution in my town is worse than the air pollution. Cheap, cheaper, the cheapest, olcsó, olcsóbb, a legolcsóbb. A vonatjegyek, mint a repülőjegyek. Középfokot használunk a den miatt. Train tickets are cheaper than plane tickets. És a repülőjegyek nem olyan olcsók, mint a vonatjegyek. Megint árokodik nekünk a kettő ez. Alapfokot zárnak közbe. Plane tickets aren't as cheap as train tickets. Good. The next activity is activity D where well, we have to complete with the correct form of the adjectives in brackets. Ugyanaz lesz most megint a feladatunk, annyi, hogy most tényleg lesz majd benne felső fok, amit ugye mindig a D fog nekünk mutatni. Lássuk. My mother, anyukám készíti a... Valószínűleg a legjobb fánkot a világon, próbált ki őket. Na most, ha ott van a de, akkor már csak azt kell tudnunk, hogy a goodnak hogy lesz a felső foka, ugye good, better, the best. My mother makes the best donuts in the world, try them. Az angol egy könnyű nyelv megtanulni, mint a kínai. Ott van a den, tehát akkor az angol egy könnyebb nyelv, amit megtanulhatunk, mint a kínai. Easy, easier, the easiest. English is an easier language to learn than Chinese. Tehát nem baj az, hogyha a melléknév középfoko után nem közvetlen áll a den, attól még középfokot fogunk használni. A vonatok nem olyan gyorsak, mint a metró. Ott van a két ez, alapfokú melléknévet zárnak közre. Trams aren't as fast as the, the underground. Number four. A Skyview Hotel... A, ott van a dő, tehát tudjuk, hogy a legmodernebb hotel az országban. Mi a modernnek a felső foka? The Skyview Hotel is the most modern hotel in the country. Activity is about completing the dialogue with these words. Ezek a kifejezések alapvetően mindig valami szavakkal együtt alkotnak majd itt a mondatban valami fajta kapcsolatot, a szövegkörnyezet helyett inkább azt keressük. Excuse me, where's the bus station? Elnézést, hol van a buszpályaudvar? It's in Royal Street, ugye a Royal utcában. To the car park. Na, melyik szó az, ami utána tud kell használni? Egyértelmű így van, hogy a next to. Tehát a Royal Street-en, a parkoló mellett. How do I get there? Hogy jutok el oda? Go up this road and take the second on your right. Na, ez is egy kifejezés. Menjen ezen az utcán, és forduljon a második keresztződésnél fordulónál jobbra. Ez volt nekünk az a kifejezés, hogy and take the second turning on your right. There's a petrol station there. Ott van egy benzinkút. Go valami on. Ez lesz a menjen ott egyenesen. Ez lesz a go straight on and turn left. Forduljon balra. A forduljon balra vagy jobbra után a következő prepozíciót kell használnunk, ami az at. Tehát Go straight on and turn left at the news agents. That's Royal Street. Ugye, menjen egyenesen és forduljon balra az újságosnál, ez lesz a Royal Street. Azért mindig megnézzük, hogy tényleg kijön az utolsó, mert ha nem, akkor valamit elrontottunk és bogorázhatjuk át újra az egészet. Az egyik legjobb módja az ön ellenőrzésnek, hogy tényleg kijötte az utolsó is. A busz megálló az ön, bal oldalán van, akkor valószínű jó voltunk. The bus station is on your left. And we have only two activities left, már csak kettő van hátra. The first one is activity F. How do I get to the, uh, get to work? What's the pair? What's the answer to this question? Hogy jutok el a munkába? Hogy jutsz el a munkába? Erre mondhatja az illető, hogy én a tömegközlekedést használom. I use public transport. May I see your passport, please? Láthatnám az útlevelét, kérem? Erre valószínűleg átadjuk neki, és mondjuk, hogy tessék, parancsoljon. Here you are. How about getting a cappuccino? Mit szólnál egy cappuccinohoz? Én erre azt mondanám, hogy nem köszönöm, inkább egy kis narancslevet szeretnék. No thanks, I'd like some orange juice. Egy kis narancslevet szeretnék. What sites can I visit? Milyen látnivalókat látogathatok meg, vagy nézhetek meg? Hát erre jönnek akkor majd valószínűleg a vár és a piasz. The castle and the market. So number four is B. Where's the bookshop? Hol van a könyvesbolt? Megnézzük, hogy tényleg jól kijött-e. Baloldalt, a gyógyszertár mellett. Hát ez tökéletes válasznak tűnik. On the left, next to the chemists. And the last activity for today is activity G, where we have to complete the dialogue, párbeszéd, with the phrases, kifejezések, from A to D. I'm bored, mondja Sandra. Unatkozom. Erre Betty valamit fog mondani, amire az lesz Sandra válasz, hogy No, I'm not hungry. Nem, nem vagyok éhes akkor valószínűleg nem a moziba hívja, nem azt valószínű, hogy azt mondja, hogy maradjunk itt és nézzünk filmet, nem azt, hogy menjünk busszal, hanem hogy miért nem megyünk el egy gyors étterembe. Why don't we go to a fast food restaurant? No, I'm not hungry. Nem, nem vagyok éhes. Mi? Nem akarok itt maradni. No, I don't want to stay at home. Akkor valószínű itt fogja javasolni, hogy itt maradhatnánk és nézhetnénk egy filmet. I want to go out, el akarok menni valahova. Az a go out, az a szórakozni, elmenni valahova kifejezés. Önmagában ezt fejezi ki. Erre mit mondhat az illető? Oké. Okay. És hogy jutunk el oda? Hát akkor nem az, hogy menjünk busszal, hanem mit szólnál, ha elmennénk moziba? How about going to the cinema? Oké, okay, how are we going to get there? On foot? Hogy jutunk oda gyalog? No, it's a long way, nem, az messze van. Hát akkor itt mondhatja, hogy menjünk busszal, let's take the bus, ok, come on. És így most már tökéletes.